Múlt heti intézményi körképünkből egyetlen intézmény maradt ki, saját intézményünk a könyvtár, úgy tűnik, hogy valóban igaz, hogy a cipésznek Lukas a cipője. Kicsit elfeledkeztünk saját intézményünkről. Az a speciális helyzet állt elő, hogy egyszerűen nem a kamera két oldalán állni, ezért téged kérlek meg arra, hogy mondd el, nagy vonalakban mi is, mi, 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 hogyan is néz ki most a könyvtár, mint intézmény? Hát a könyvtárunk, az én úgy gondolom, hogy egy elég jó felszerelt könyvtár, hiszen közel 20 ezer kötettel rendelkezünk. Ebben vannak hangos könyvek, gyerekkönyvek, romantika, különböző regények, DVD-k még mindig, mese, könyvek közül hát én azt gondolom, hogy az ifjúsági könyvekben nagyon sokat haladtunk előre, hiszen korszerű könyveket veszünk meg, a jelenkornak megfelelően az igényeket felmértük az iskolába, és az alapján vásároljuk meg a könyveinket. Felnőtt könyveink közül is igyekszünk kielégíteni mindenki igényét. Nagyon sokan keresik még mindig a romantikus könyveket, de egyre nagyobb sikere van az életrajzi könyveinknek is. És hát a gasztronómiában igyekszünk újítani, mindig új és újabb könyveket veszünk, moderneket. A mai modern kor azért már egy kicsit túlhaladta azt, hogy a könyvtár csak könyveknek a kölcsönzési helye legyen, hiszen a könyvtár is már régóta a digitális világba is szerepet tölt be. Ebben a körben mit lehet elmondani róla? Hát igen, igyekszünk. Ugye a 21. század az a digitális század már. Rendszeresen jönnek olyan kérésekkel, hogy segítsünk a számítógépes ismereteket bővíteni. Ehhez nagyon jó, hogy van nekünk egy digitális mentorunk, és ő különböző tanfolyamokat is tud itt a könyvtárunkban tartani. számítógépes termünk az a, hát, annyira nincs már kihasználva, mint az elmúlt évtizedekben, de azért még mindig jönnek. Nagyon sokan jönnek ide nyomtatni, fénymásolni, faxot küldeni, ebben is segítünk nekik. És hát jönnek az idősebbek, akik a, a számítógépeket nem tudják úgy kezelni, de most már nagyon sok mindent digitálisan tudnak csak elérni, ebbe segítünk nekik, és hát igyekszünk arra kihegyezni a dolgot, hogy mindenki tudjon számítógépet kezelni, legalább alapszinten. Az állománygyalapításról esett már szó, a költségvetés most alakul gyakorlatilag, és egy, ha úgy tűnik, hogy egy kicsit bővebb lesz a keret idén, tehát el lehet mondani azt, hogy lehet bátra jönni, hiszen lesznek új könyvek. E, igen, hál' Istennek már tavaly is úgy tudtok beosztani a költségeinket, hogy közel havonta jöttek új könyveink, és ezek vegyesen jönnek. Tehát minden korosztálynak uh, igyekszünk az, az igényeit kielégíteni, nulla évestől 99 éves korig. És uh, igen, nagyon nagy örömmel fogadják az új könyveinket, hiszen uh, mást, más vonalat hozunk be a könyvtárba, és igyekszünk a, a könyvtárat úgy kialakítani, hogy hogy ne csak könyvek tára legyen, hanem egy közösségi tér, ahova szívesen jönnek, és mindenkit meghallgatunk. Az elmúlt években több újítás is bevezetése került például az, hogy a könyvházhoz megy, tehát kivisszük a könyveket azoknak, akik esetleg nem tudnak ide látogatni. Maradnak -e ezek a szolgáltatások, esetleg bővülnek-e valamivel? Igen, nagyon nagy sikere van ennek. Rendszeresen járunk a gondozási központba, ott is nagyon várnak minket mindig. Új könyveket viszünk, megmondják előre, hogy milyen típusú könyvet keresnek, miért szeretnének olvasni, azt igyekszünk elvinni nekik. És igen, hát van olyan, akinek házhoz viszük a könyvet, aki tényleg nem tud bejönni, és hát ez, hogy nem tud jönni, ez sajnos egy olyan hiányosságunk, hogy az épületünk nincsen akadálymentesítve. És hát ez uniós előírás, hogy sok éve már meg kellett volna csinálni, de eddig még erre keret nem jutott. Nem tudjuk, hogy idén belefér -e a költségvetésbe, hogy dönt a képviselőtestület. Én úgy gondolom, hogy nem kéne azt megvárni, hogy megbüntessenek minket ez miatt. Ebbe bele kell vágni, és ezt meg kell valósítani minél előbb. Ez így van, reméljük, hogy előbb-utóbb ez a probléma is megoldódik. Említetted az intézményekkel való jó kapcsolatot, az iskola itt van mellettünk, vele is egy igen jó kapcsolatot ápolunk, sőt a tankönyv is gyakorlatilag mi adjuk meg az intézménynek. Igen, ez így van, és hát igyekszünk az iskolai rendezvényeken is részt venni. Gondolok itt a Falsangra, hát pályázatokat szoktunk az iskolás gyerekeknek kiírni különböző rendezvényeknél. Farsangra most is kiírjuk a tervez meg, és mi megjutalmazunk akciónkat. Ez abból áll, hogy a gyerekeket felkérjük arra, hogy rajzolják le, hogy ők miben szeretnének fellépni, beöltözni a farsang alapján, és hát a legjobb rajzokat, legötletesebb rajzokat, azokat értékeljük, és a könyvjutalmat kap, hát természetesen a könyvtárban más nem kaphat. És hát ezen kívül még igyekszünk az iskolába író találkozókat elvinni. Tavaly évben is volt egy nagy sikerű találkozónk, és idén is tervezünk valamelyik írót elhozni, aki igazán az iskolás gyerekeknek szóló regényeket ír, és szót érte az iskolás gyerekekkel, mert egyre nehezebb őket bevonni a könyvtárba, nehéz, nehéz őket olvasásra bírni, és ez nem csak nálunk van így, hanem ez egy általános globális probléma. A gyerekeken kívül a felnőttekre is gondoljunk azért, nekik milyen programot tudunk kínálni ebben az évben. Hát hál' Istennek a költségvetésünk úgy alakult, hogy minden évben tudtunk írót hozni, író-olvasó találkozóra. Tavaly évben Endre Judit járt nálunk. Én azt gondolom, hogy elég nagy sikerrel, mert sokan voltak rá kíváncsiak, és idén is megpróbálunk egy híres, neves írót idehozni. Ez még alakulóban van, Első körben Lenkei Gábor professzorúra gondoltunk. Ő úgy gondoljuk, hogy mindenkihez szól és az egészséges életmódról beszél, ami nagyon fontos mindenki számára most már. Akkor elmondhatjuk azt, hogy a könyvtár újabb, újra egy tartalmas évelőtt előtt áll, azt gondolom. A 2020-as év egy új évtized kezdete, tartalmasan kezdődik. É, igen, elmondhatjuk, és amit még elmondhatunk, hogy a 2020-as évben a könyvtárunk felújításra kerül. Hál' Istennek már azt mondjuk, mert igen, ráfér az épületre. Hát az, hogy ezt hogyan fogjuk logisztikában megoldani, az még a jövő kérdése. Az biztos, hogy valamennyi ideig zárva tartunk majd a felújítás alatt. Erről mindenki időben értesítve lesz. Hát ott vagyunk a Facebookon, KBTV-n, tehát mindenhol, minden szinten elérjük az embereket, hál' Istennek most már. Úgyhogy a felújításhoz pedig hát, nagy nehézség lesz, úgy gondolom, megoldani, ezt rengeteg könyvet elhelyezni valahol, de majd igyekszünk.